A négy elem, a föld, a tűz, a víz és a levegő lesz a központi témája a 18. országos könyvtári napoknak. Az október 6-áig tartó programokhoz a Vörösmarty Mihály könyvtár számos rendezvénnyel csatlakozik. Ezen a héten egy online és három hagyományos kiállítás is várja az érdeklődőket. A könyvtár honlapján nézhető meg Frösül Ferenc magángyűjtő képeslapos albumának online verziója. A Tolnai utcai tagkönyvtárban Bence Tamás hagyományőrző kép- és fegyvergyűjteménye látható. A Budai úti tagkönyvtárban Négy elem a kéz tükrében címmel nyílik kiállítás. Ugyancsak a Tolnai utcai tagkönyvtárat helyett október 1-től Sárosi István Emlős állatok a világ körül című képeslap kiállításának, ami október 5-éig látogatható. Október 2-án szerdán 17 órától a Zsolt utcai tagkönyvtárban Négy elem szerepe a jogában címmel tartanak foglalkozást. Szintén szerdán 17 órára várják az érdeklődőket a Tolnai utcai tagkönyvtárba, ahol Békés Erika író-olvasó találkozó keretében mutatja be a Mama köténye című könyvét. Ugyancsak szerdán, de a Budai úti tagkönyvtárban lesz szó a Velencei tó jelenéről és jövőjéről. 17 órától Lendvai Csaba, a Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság szakaszmérnöke beszél a sokakat érintő kérdésekről. Az Oskola utca 7 szám alatti olvasóteremben csütörtökön, azaz október 3-án 17 órától Bokros Judit beszélget Kilián Szannával, az Egy képen sem voltam rajta című könyv szerzőjével. Tanulás, játék, intuíció a témája Patterman Kinga előadásának, amelyet október 4-én pénteken 18 órától hallgathatnak meg az érdeklődők a Széna téri tagkönyvtárban.